is tudom, hol kezdjem. Talán a legelején. A külvilág ebből szerintem a közvetlen környezetemen kívül, sőt még az sem feltétlenül, nem érzékelt semmit. Évekig én nem tudtam, és nem is mertem szembenézni ezzel, hogy milyen érzés szabad embernek lenni. Menjek tovább, jó? Mert jó. Nem szabad. Mi? Levesz pillanat. Nyugodtan helyezkedj el, vedd le a kabátodat. Köszönj be magad. Először is boldog születésnapot utólag is. Köszönöm. 25? Igen. Negyed évszázad. Szinte hihetetlen. Ünnepeltél? Igen. Nagyot? Igen. Én nem vagyok nagyon ünneplős típus, illetve főleg a szülinapomat illetően, de barátokkal, családdal. Azt mondják, hogy a negyed évszázad az a korosztályotoknak egy ilyen nagy fordulópont, nem tudom, hogy így van-e. A mi korosztályunknak az a nagy 50-es, meg a 40-es, ugye ezek a kerek évfordulók. Neked volt ilyen számvetés? Kötöttél bármit ehhez? Vagy? Igen. Nem törődsz a számokkal. Hát, én nem érzem magam 25-nek, már eléggé két részből áll így az érzésem. Egyrészt lemaradt olyan 16 éves koromban, másrésztről pedig néhány dologban meg 40 évesnek érzem magamat, úgyhogy ez a 25 pont olyan, hogy így jó egy szám, és így jó, meg minden, de nem volt olyan semmi különlegesebb érzésem. Figyelj, hogy mondjuk el, mert szerintem úgy tisztességes, meg úgy tényleg úgy korrekt a nézőkkel szemben is, hogy mi ismerjük egymást nagyon-nagyon régóta. Én még emlékszem rád, icipici lájkaként óriási hajkoronával, nagy mosolyjal, ugye nekünk az életünk lazán ugyan, de egy időben jó 20 évvel ezelőtt összefonódott családi okokból. Szegről végről rokonok lettünk, aztán az viszonylag rövid idő alatt véget ért, és utána el is tűntél egy picit az én radaromról, hogy aztán másfél évtizeddel később bejelentkez egyszer csak. Természetesen láttam, meg figyelemmel kísértem a pályafutásodat, ami ebből látható, és ennek még lesz jelentősége sajnos, hogy mi volt látható és mi volt láthatatlan. Aztán bejelentkeztél egyszer, hogy szeretnéd kipróbálni magad újságíró gyakornokként, és ebből csodás szövegek is születtek, például a nagypapádról, amit soha nem fogok elfelejteni, Dezső bácsiról, ugye. Szóval, hogy mi ismerjük egymást, és én azt hiszem, hogy amikor te megkerestél most engem azzal kapcsolatban, hogy beszélgetnél egy nagyot, egy számodra nagyon fontos és felkavaró témáról, akkor ennek is köze volt ahhoz, hogy mi... Tehát, hogy nem egy tök ismeretlen mellé ülsz be. És mondjuk el, hogy te nagyon rákészültél erre a beszélgetésre. Hát, nem egyedül, de a munka nagy részét mégiscsak egyedül végezted el. Vagy egy picit erről a rákészülésről tudsz mesélni, hogy jött el az a pillanat, hogy azt mondtad, hogy jó, most van az, hogy akkor én most elmesélek valamit. Hát egy kicsit nehezebb, ugye, hogy még nem feltétlenül tudják a nézők, hogy miről is van szó, vagyis hát nem tudják. Én nagyjából 12 éves koromban elhatároztam, hogy amint lesz lehetőségem és felkészültnek érzem magamat arra, hogy erről beszéljek, akkor én azt azonnal meg is fogom tenni. 12 évesen? 12 évesen. Az ember eléggé pici. Igen, de olyan dolgok történtek, amik miatt úgy éreztem, hogy erről muszáj lesz azért beszéljek, mert nem feltétlenül csak rólam van itt szó, hanem több emberről, több olyan emberről, aki esetlegesen hasonló történeteket élt meg, vagy kisebb, vagy nagyobb mértékben, és ez nekem akkor már megfogalmazódott, aztán
2016-ban jött el az a pont, ahol elkezdtem nagyon komolyan készülni arra, mentálisan leginkább, hogy ezt úgy felépítve és úgy megközelítve tudjam lekommunikálni. Mert egyáltalán nem a esetleges bosszúvágy vagy negatívumok vezérelnek, hanem abszolút az, hogy beszéljünk róla, és hogy több embernek segítsége legyen ez. Igen, és most ugye beszéltél ügyvéddel is, pszichológussal is, ezt is mondjuk el, hogy te ezt tényleg nagyon átgondoltan csinálod, és ugye egyáltalán azt látom rajtad, hogy az egész életedet elkezdted nagyon saját kezedbe venni, annak minden nehézségével. Tehát ugye az, hogy 12 évesen egy ilyen gondolat megfogalmazódik valakiben, már az sem mindennapi, az sem, hogy 16 évesen korodtól kezdve gyakorlatilag tudatosan épített fel azt, hogy erről majd egyszer lesz szó, és az sem, hogy 25 évesen ügyvédekkel, meg pszichológusokkal ülsz le, meg kommunikációs szakemberekkel, hogy az életedet megbeszéljétek. Ezt nagyon fontosnak tartom kiemelni, hogy ez egy nagyon nagy csapatmunkának az eredménye, és nem egyedül vagyok benne, hála az égnek, de erről majd fogok is beszélni. Jó, figyelj, szerintem ne táncoljuk körbe, mert tudom, hogy hát figyelj, nekem leírtad előre nagyjából, hogy mit akarsz mondani, és azt kell, hogy mondjam neked, hogy engem ez mérhetetlenül felkavart. Azért nyilván azért is, mert hogy én emlékszem arra a pici lányra, és azért is, mert emberből vagyok, és sokadik nekifutásra tudtam ezt az e-mailt elolvasni és feldolgozni még azóta sem. Mi most kimegyünk Hüvösvölgybe és le fogunk parkolni, mert úgy érzem, hogy egy ponton én szeretnék tényleg teljesen feléd, rád nézni ebben a történetben. De ettől még kezdjünk el erről beszélgetni, és ahogy nagyon örülök, hogy azt mondtad, hogy ez nem csak a te történeted, miközben persze a te megélésedet fogjuk hallani. Tehát hogy itt most azt fogod elmondani, amit te éreztél, te éltél át, és te gondolsz ezekről a dolgokról. Ugyanakkor ez egy bántalmazásos történet, bántalmazásról szól, és a bántalmazás az mindig egy közösség, ugye? Legyen az a közösség egy család, vagy akár az uszoda. Szóval, hogy ez mindannyiunk ugye valahol. És nem is tudom, hogy lehet ebbe jól belekezdeni, hogy van egyébként egy kitalált első mondatot, hogy mi az, amit ki akarsz mondani, ami annyira kikívánkozik belőled, hogy ezt a beszélgetést kezdeményezted? Talán az, hogy ebben mindannyian benne kell, hogy legyünk olyan szempontból, hogy én szeretnék, nekem célom az, hogy változást idézzen elő, akár kismértékben is a mi beszélgetésünk. Én ebben szeretnék a jövőben is foglalkozni, és kőkeményen beleállni és felállni emellett az ügy mellett, és egyáltalán nem az agresszió vezérel, vagy a bosszúvágy, amit előzőleg is említettem, hanem az, hogy tényleg egy valódi megértése legyen ennek a témának, ennek a történetnek, és hogy valódi segítséget tudjunk nyújtani azoknak, akik hasonlóan éreznek, vagy hasonló történetben vannak benne. Jó, ez a történet ugye most óhatatlanul belehelyeződik egy uszodai keretrendszerbe is, hiszen most kezdtek el pont a te sportoló kollégáid, vagy volt sportoló kollégáid beszélni arról, hogy mi mindent éltek át az uszodában, különböző helyzetekben, különböző edzők jó voltából idézőjelvel, gondolok itt ugye most a Turi György kapcsán felmerült vádakra, de a te történeted az nem ebből indul ki, hanem az egy családi történet. Igen. Tehát, hogy itt neked nem az elsődlegesen nem egy edző, helyesebben edző is, hanem... Igen, igen, nekem egy családi történet, így a főbb része a témának, viszont viszonylag korán láttam átfedéseket az otthoni dolgokból az uszodában megélt dolgokra, és tovább megyek akár társadalmi helyzetekre is. És igen, egyébként én nem most szerettem volna erről még beszélni, de ugye pár héttel ezelőtt a Cselaci nyilatkozott egyet, és az elindított egy olyan lavinát, amiben azt gondolom, hogy talán készen áll
egy réteg arra, hogy ezzel komolyabban foglalkozzunk. És nekem pontosan amiatt, hogy a történetem érinti az uszodát is, és az úszást, és a sportot is. Ezért úgy gondolom, hogy a teljes kép érdekében, hogy tényleg ki tudjak úgymond hitelesen állni emellett az ügy mellett, meg kell ismernie az embereknek az én történetemet is. És mi a te történetem? Ez egyszerű. Hát... nem is tudom, hol kezdjem, talán a legelején, hogy egészen kiskoromtól kezdve én úgy nőttem föl, hogy az apám engem fizikálisan, mentálisan és mindenfajta módon bántalmazott, és nem csak engem, hanem az anyukámat is, majd később, amikor a húgom is megszületett, ő is ebbe a történetbe benne volt. Sorjába tudok menni, nem tudom, hogy már most rátérjünk-e így a konkrétabb példákra. Figyelj, annyit mondasz, amennyi jól esik, és úgy, ahogy jól esik. Tényleg nem, tehát ennek a beszélgetésnek az a célja, hogy te könnyíts magadon, könnyíts a lelkeden, és segíts másoknak. Én nem akarlak belenyomni semmi olyanba, ami nem esik jól. Tehát, hogy igen, mondd azt, ami... Most kimondtál egy mondatot, igen. Bántott az apukám. Igen. Rendszeresen. Sokféleképpen. Igen. Egy ilyen mondatot kimondani évtizedekbe telik. Igen. 25 éves vagy, most tudod kimondani. Az, amit átéltél, hogy abból te mennyit akarsz megosztani, az a te döntésed. Hát alapvetően nem... tudom az egész történetet lefedni, ugye azon okoknál fogva, hogy folyamatában vannak eljárások és perek is jelenleg az apámmal. Tehát köztetek? Vagy más? Köztünk is, a szüleim között is. Tehát, hogy igazából kicsit fogva van a kezem ebben az ügyben. Olyanokról tudok beszélni, amikre ugye van bizonyítékom és tanúm. Uh-huh. Ugye azt kell tudni, hogy a külvilág ebből szerintem a közvetlen környezetemen kívül, sőt még az sem feltétlenül nem érzékelt semmit, mert ugye egy neves családba születtem bele, az bizonyos felelősséggel már járt, tehát ugye nem lehetett feltétlenül bármiről beszélni, meg nem néztek jó szemmel soha. Tehát a környezetem az nem igazán vehette észre. Annyit láthatott, hogy egy sikeres, egészen korán elkezdtem ugye sikeres lenni a sportban, mindig jól tanultam, mindig nagyon-nagyon figyeltem arra, hogy a felnőttek is és a környezetem is úgymond ne vegyen észre ebből semmit, mert ugye egy olyan helyzetben voltam benne, ami ha beszélek is róla, akkor is tehát büntetésekkel járt otthon a négy fal között. Tehát nekünk a történetünk nagyon leszűkült a négy fal közé. A legtöbb, ide bele kell szúrnom azt, hogy a legtöbb családi erőszak, igen, családon belüli erőszak történet, az olyannyira a négy fal között zajlik, hogy a szomszéd sem tudja, a közvetlen hozzátartozó sem feltétlenül tudja, csak maximum azt érzi, hogy valami nincs rendben. Igen. De az ember annyira nehezen, hozzátartozóként, ismerősként annyira nehezen nézünk szembe azzal, hogy egy alapvetően kifelé egy idézőjelben normális, harmonikus család képét mutató közösség, az igen, belül valami ilyesmi történhet, hogy nagyon nehéz erre rákérdezni, és hogy nem tudjuk, hogy mit mondhatunk, és szerintem itt nagyon fontos ezt kimondani, hogy hiába látjuk, néha nem tudunk megszólalni se, vagy nem tudjuk a megfelelő kérdéseket feltenni. Tehát, hogy ti egyedül voltatok ebben a helyzetben anyukáddal nagyon sokáig. Igen, igen. Hát egyrésztről ugye féltünk attól, hogyha bármi is kiderül, akkor otthon mi történik. A társadalmunk jelenleg
nagyon kevés százaléka van arra edukálva, hogy egy ilyen helyzetben mit kell mondani, vagy mit lehet mondani, vagy mi a valódi segítség. És hát alapvetően most is van bennem egy elég nagy félelem, hogy a történetek, amiket meg fogok osztani itt veled, meg a nézőkkel, mennyire lesznek hihetőek, mert konkrétan tudom, hogy mondjuk én a barátaimmal megosztottam néhány történetet, és olyan nagyon távolítja az embert egy ilyen bántalmazásos téma, hogy nem tudja befogadni. És nekem is évekbe telt, ameddig ki tudtam mondani, szembe tudtam nézni azzal, hogy igen, ez megtörtént, és nincsen kibúvó ez alól. Nincsen felmentés, nincsen semmilyen más dolog, mint elkezdeni szépen lassan úgy gyógyulni, hogy szembenézek a legrosszabb és legfájdalmasabb emlékeimmel és dolgokkal. Szóval ez egy nagyon összetett dolog, és nyilván fog nem egy negatívum érni emiatt, hogy én erről beszélek. Ez egy nehéz téma, én ezt pontosan tudom, és pontosan tudom a felelősségét annak, hogyha erről beszélek, nekem ezek után igenis ki kell állnom emellett, és nekem ez célom is. Hát meg képviselned kell azt, igen, hogy igen. Önmagad előtt is, mert hogy önmagán belül is nagyon, nagyon nehéz bántalmazottként, túlélőként azt mondani, hogy engem bántalmaztak, hogy én ezt éveken, évtizedeken keresztül átéltem. Úgy nézni magadra, mint egy áldozatra. Igen. Egy ilyen sportolónak, akinek lételeme a győzelem. Igen, hát nekem a nagy áttörés az 2018 év végén volt. Azt kell tudni, hogy én 2016-ban megszakítottam a kapcsolatot az apámmal. Nem azt mondom, hogy nem próbáltam mondjuk megkeresni, hogy beszéljük meg, akár bárhogyan is jelezni felé, hogy nincsen, tehát hogy én azon dolgozom, hogy megbocsássak, hogy túllépjek, és egy egészséges életem legyen, egy egészséges lelkem és mentalitásom legyen. Mindannyiszor falba ütköztem, és sőt nem is csak falba, hanem olyan agresszióba ütköztem, amit hát igazából megint csak meg van kötve a kezem, jogi szempontból nem mondhatok, tehát abszolút revans volt mindig a válasz arra. Úgyhogy egy idő tehát további után, agressziót szült a közeles közeledésed. Igen, és én meg is tanultam azt, hogy rendben van, akkor ezt úgy kell megoldanom, hogy először is szembesítem magamat azzal, hogy miben éltem benne, és az anyukámmal is rengeteget dolgoztunk és beszélgettünk azon, és gyógyultunk együtt, hogy valójában kimondjuk egymás felé is az, hogy mi volt. Tehát évekig én nem tudtam, és nem is mertem szembenézni ezzel, és pluszba nem tudom, hogy mennyire köztudott, de hogy egy bántalmazott mindig védi a bántalmazóját. Nem tudom, mi ennek a pszichológiája, de én is a mai napig is. Igen, tanulom, és a mai napig is az van bennem, hogy én nem akarom őt bántani, ami nem célom. Az apád. Ez azért. Ja, hogy az a... Apám, ja, igen. Nem tudom, hogy... Nem szereted ezt mondani? Dolgozom azon, hogy az apa szót ne keverjem össze azzal, amit tőle kaptam, mert egy másodpercig nem volt semmiféle olyan szeretet vagy megközelítés felém, ami egy apának úgy gondolom, hogy a feladata lett volna, úgyhogy igen, hát dolgozom azon, hogy ne másnak hívjam, mint az apámnak, mert biológiailag az, más szempontból egy másodpercig nem volt soha. Itt most le fogok parkolni, mert én nem bírok vezetni közben tovább. Szóval, oké, figyelj, csináljuk úgy, hogy megpróbálok segíteni neked felidézni, amennyit, tényleg csak amennyit lehet és bírsz. Mi az első emléked arról, hogy
hogy valami nem jó történik, nem oké, ami történik, amikor, amikor jön az apád, és te kislányként azt érzed, hogy ez most nem oké. Összeírtam gondolatokat, és a biztonság kedvéért időrendbe szeretnék haladni ezzel kapcsolatban. Az első dolog, ami még a születésem előtt történt, az arról anyukám fog tudni majd esetlegesen megszólalni, hogy az anyámat, amikor terhes volt velem, verte. De úgy, hogy volt olyan, hogy össze-vissza volt verve, és két hétig nem igazán ment az utcára. Apámnak a megoldása erre az volt, hogy annyit kell tudni, hogy apám életében nem kért bocsánatot, és nem szembesült azzal, hogy amit csinál, az tulajdonképpen milyen súllyal bír. És hát általában az volt, hogy amikor mondjuk nagyon elment egy határon túl, akkor például a anyám terhes megverése után anyámat elvitte Velencébe egy hétre. És úgymond semmissé próbálta tenni azt, hogy nem történt meg. De mikor tudta anyukád ezt elmondani neked? Ahogy eljöttünk. 16 éves koromban. 2016-ban, akkor voltam 19. 19 volt. Ja, akkor már nagykorú voltam, amikor eljöttetek. Igen, és hát akkor tudtunk leülni és boncolgatni ezeket a történeteket. Nekem az első élményem az apámmal, és igazából ami érdekes, hogy kiskoromban nem igazán van pozitív élményem. Amikor ő belépett az életembe, az pontosan akkor volt, amikor elkezdtem úszni, és elkezdtem teljesíteni. Ő akkortól kezdve lépett be úgy, mint bármifajta személy vagy foglalkozási szinten. Tehát egy pici korodban ő nem annyira volt jelen? Én nem emlékszem. Vagy nincs emléked róla? Tehát, hogy azon kívül, hogy bizonyos emlékeim vannak, amik nem pozitívak, azon kívül nincs nagyon. De van egy olyan történetem, hogy anyámék veszekednek, és sokszor akkoriban átfordult verekedéssé, hogy az apám ütlegelte az anyámat előttem, és olyan 2-3 éves lehettem, amikor tisztán emlékszem az érzésre, hogy nem bírom, hogy az anyámat verik, nem bírom, hogy a földön fekszik és könyörög azért, hogy ne verjék. És az apám elé álltam, és azt mondtam, hogy ne verd az anyukámat. És akkor volt 3 éves. Nagyjából, igen. És erre az volt a válasza, hogy megütött engem is. Én elestem, és azt üvöltötte, hogy a rohadt gyarmati vérem, mert hogy egyébként, amikor el volt borulva, akkor elég súlyos mondatokat mondott az anyámra és a nagyszüleimre, tehát arra a részre. Majd hát a következő nyilván, tehát hogy ez anyám is ott volt. Nem emlékszem, hogy utána mi történt, és sok mindenre nem emlékszem egyébként. A következő történet az igazából nem tudom, hány éves lehettem. Voltak ilyen adhok jellegű kirohanásai és támadásai, és volt egyszer, hogy a szobámban rajzoltam, és tényleg tehát el voltam magamban, kicsit össze-vissza volt nyilván, mert rajzoltam, a ceruzák össze-vissza voltak, és egyszer csak följött, és teljesen kiborulva, hogy én hogy merészelek rendetlenséget tartani, megfogta hátulról a hajamat, megtépte, és az asztalra nyomta a fejemet, és megfogta a nyakamat. És azt mondta, hogy még egyszer ne jöjjön be arra, hogy rendetlenség van. De ez nem tudom, tehát hogy néha voltak olyan megnyilvánulásai, amikre nem tudom, hogy mi váltotta ki, vagy hogy mi volt az ok. Talán a legélesebb helyzet, ami,
ami egy ilyen felébredést okozott anyukámban és bennem is, az az volt, hogy 2016-ban az Európa-bajnokság előtt, ahol egyébként ezüstérmes lettem egy század másodpercre az aranytól, én akkor már úgy sejtettem, hogy az elmúlt évek során így megpróbáltam feldolgozni bizonyos dolgokat, és akkor már sejtegettem, hogy itt egy olyan állapot van, ami nem tartható tovább. És én megpróbáltam 2016 körül, nem előszörre, de akkor ott már komolyabban változtatni a családi helyzetünkön. És hát nyilván, hogy itt egy olyan embernek a mentális dolgait próbáltam, vagy gondolkodását próbáltam megváltoztatni, aki nem volt erre kész. Hogyan próbáltad megváltoztatni? Én nagyon a kommunikáció híve voltam mindig. Tehát próbáltál vele beszélni? Igen, próbáltam. Nyilván, hogy már olyan állapotban voltam, hogy azért rendkívül féltem attól, hogy hogyan beszélek, hogyan nyilvánulok meg, és nagyon-nagyon óvatosan tudtam csak megközelíteni, aminek nem volt igazából egyébként semmiféle foganatja. De 2016-ban az Európa-bajnokság előtt úgy történt, hogy én bent voltam a szobájában, és próbáltam kinyomtatni valamit, amire valamiféle ürügyet talált, hogy én miért nem csinálom azt jól, és mondtam, hogy légy szíves, hadd csináljam, amire elborult, és nekem jött, és össze is elkezdett ütni, és életemben először megpróbáltam megvédeni magamat, és elkezdtem védekezni. Aminek hát az lett a vége, hogy realizáltam, hogy olyan szinten rettegek tőle, olyan szinten félek attól, hogy mi lesz a következmény, hogy elengedtem magamat, tehát a védekezést abba hagytam. Tehát egy idő után már nem védekeztem. Igen, és ő pedig ledobott a földre, és elkezdett tiszta erőből folytogatni, és üvöltötte, hogy megöllek, te rohadt kis kurva. Megöllek, te rohadt kis szemétláda. Amire nyilván anyám az emeletről lerohant erre a hangzavarra, és leszette rólam. Én nem emlékszem arra, hogy mi történt pontosan, mert félájultan voltam a földön. Ezután az apám elrohant, és egy napig nem jött haza. Az anyám nem egyszer már, de akkor azt mondta, hogy most van elég, és hívni akarta a rendőröket, mert látszódott a nyakamon minden, meg tehát, hogy ez már egy, igen, ez már egy olyan szintet lépett túl, ahol igen, és azt mondtam neki, hogy ha mi most ezt meglépjük, akkor nem tudom, hogy hova fog fajulni a dolog. Az apám egy ügyvédember, félek, hogy mit fog csinálni. Egyrésztről, másrésztről meg olimpiára készülök. Nyugodtan köst ki magad, hát hiszen állunk. Egy parkolóban. Tehát ilyenkor, ezen a ponton sokan felteszik azt a kérdést, hogy miért nem jöttetek el előbb, hogy az édesanyád miért nem nyalábolt föl, és kért valahol menedéket. És fontos, hogy válaszolj most erre, bár igen, tudom a választ, hogy ez hogy működik, hogy traumakötés, hogy félelem, hogy minden, de szeretném, ha te elmondanád, hogy te hogy látod, hogy miért tartott ezt 19 igen éves korodig, hogy el tudtatok jönni. Ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, és igen, erről nagyon fontosnak tartom, hogy beszéljek. Az anyám egészen az elejétől kezdve, amikor a terhes megverés történt, amikor a 2-3 éves koromban megütött az apám, és sorozatában nem egyszer próbált eljönni.
nem egyszer próbált menedéket keresni, és nem egyszer volt az, hogy egyébként külön is voltak. De hiába volt mindez, mert hogy az apám olyan szinten nem tudott elengedni minket, és nem volt képes felmérni azt, hogy nem tudjuk tovább folytatni, és annyira nagyon kötött minket magához, hogy mindannyiszor, amikor eljöttünk, egy olyan jövőképet festett elénk, amit elmondani sem tudok. És nem is beszélhetek róla. Tehát még jobban elkezdtetek félni. Igen, tehát hogy nem volt biztonságban senki. Sőt, olyan veszélyekben voltunk, és én 2016-ban is én úgy készültem fel az olimpiára, és utána is olyan félelemben éltem, amit nem kívánok senkinek. De tehát nem arról van szó, hogy az anyám nem próbált eljönni. A saját és az én biztonságom érdekében nagyobb esélyünk volt arra, hogy biztonságban vagyunk, hogyha visszamegyünk. Legalábbis abban a pszichés állapotban, igen, amiben kerültetek. Igen. Így éreztétek. Igen. Ezért mondjuk el, hogy egy ilyen bántalmazós történet, az, és a csak szót itt persze, ez egy nevetséges, hogy ezt a szót kell használnunk, de nem csak, soha nem csak fizikai, nem, hanem ez egy teljes körű, igen, tehát hogy itt érzelmi, ez már kiderült a félelemkeltésből, verbális, és igen, esetetekben még másfajta bántalmazás is volt. Nem tudom, hogy arról akarsz-e beszélni, igen, ez teljesen a te döntésed. Igen, én szépen felépítve én erről szeretnék beszélni. Az a helyzet, hogy a fizikális bántalmazás az a legkevesebb volt ebben az egészben. Tehát az, hogy most olvastam ugye az úszóbotránnyal kapcsolatban is megjelenéseket, és látom a közvéleményt, hogy jaj, most mi ez egy-két pofon. Igen, nyilván, tehát hogy maga a fizikális bántalmazás az nem olyan nagyon nagy súllyal bír, mint mondjuk egy mentális, vagy egy lelki, vagy egy akár szexuális bántalmazás. Mert a fizikális fájdalmak, sebesülések, azok begyógyulnak. Nyilván ott van az is, hogy azért vannak annak is lelki foganatjai, de sokkal alattomosabb és sokkal veszélyesebb az, amikor valaki lelkileg vagy mentálisan van bántalmazva. És nekem abszolút, tehát hogy a fizikális bántalmazás az eltörpül amellett, amit lelkileg az apám képviselt. És tehát itt jönnek olyan dolgok be, hogy konkrét példával a nőiességemre, amikor mielőtt még megjött volna az első menstruációm, egészen kiskoromtól kezdve mondta, hogy nagyon reméli, hogy minél később jön meg, vagy egyáltalán nem is jön meg, mert hogy egy nőnek a menstruáció, és főleg nekem, mint sportolónak a menstruáció, az csak árt. És hogy nem egyszer elmondta, hogy ha menstruálni fogok, akkor olyan hisztis picsa leszek, mint az anyám. Bocsánat a szavakért, de az ő szavaival élve nagyon-nagyon trágár módon beszélt mindig velünk. És tehát, hogy ez már az, hogy a nőiességemet, a személyiségemet teljesen befolyásolta. Amikor megjött a menstruációm, akkor leültetett maga elé, és azt mondta, hogy rendben van, kislányom. Mostantól kezdve elkezdtetlek beidomítani arra, hogy a nőiességedet használva egy gazdag, befolyásos kurva legyél. Azt fel tudod idézni, hogy benned mi játszódott le ezen mondatok hallatán? Vagy hogy hatott ez rád akkor a későbbiakban, ha pont azt mondjuk törölte is önvédelemből az agyad? Igazából az volt bennem, hogy a békesség érdekében, a családunk békességének az érdekében mindent megteszek. Mm. Akkor már megvolt a húgom is. A húgommal egy nagyon-nagyon szoros kapcsolatban voltam, és én még mielőtt megszületett volna, megfogadtam, hogy minden erőmmel azon leszek, hogy védjem őt ettől. És hát az a helyzet, hogy az apám nem is nagyon akarta a húgomat,
és nem is nagyon foglalkozott vele egészen addig, ameddig. Sajnálatos módon, amikor én eljöttem az anyámmal, akkor úgy alakultak a helyzetek, hogy a húgom ott maradt, és azóta is ellehetetleníti a húgomat, meg az én kapcsolatomat. Nagyon sokszor próbálkoztam őt az elmúlt években megkeresni, de olyan szinten tudom jól, hogy ha esetlegesen közeledne felém, akkor mit kapna a négy fal között, hogy az ő biztonsága érdekében én nagyon visszafogottam, próbáltam megkeresni őt, ugyanúgy, ahogyan az anyám, és itt hogy itt jogi megközelítésekből van egy olyan harc, ami már remélhetőleg jól fog kialakulni. De például lelki bántalmazásra tudok egy olyan példát, hogy amikor az anyámmal mondjuk elkezdtem volna kapcsolódni, tehát hogy nem nagyon beszélgethettünk otthon, mert hogy mindig az volt, hogyha mi ketten beszélünk, akkor biztos, hogy ő ellene csinálunk valamit, ő ellene tervezünk valamit. És amikor mondjuk látta, hogy én az anyámmal mondjuk jobb kapcsolatban vagyok épp periódikusan, akkor 15-16 éves láttam, amikor odajött, és azt mondta, hogy biztos benne, hogy a húgom az nem tőle van. És hogy az anyám egy kurva, és hogy az anyám az egy nagyon beteg ember, és mindenféle jelzővel illett az anyámat, és ez nekem olyan szinten súlyos volt akkor, hogy azt mondta, hogy a húgom nem tehát hogy nem tőle van, úgyhogy biztos, hogy tőle van, tehát biológiailag ez bizonyítva van. Ez egy olyan sunyi, gonosz egy dolog volt. Például a lelki bántalmazás, ezt nehezebb egyébként megfogni, tehát hogy ez olyan dolgokat csinált, meg olyan pici nüansznyi kis rávezetésekkel tudom, hogy például amikor elkezdtem versenyúszni, és mindig úgy kellett a versenyre oda menjek, ő minden versenyemen ott volt egyébként, hogy amit ő mondott, azt szó szerint lépésre meg kellett csinálnom. Ha esetleg önállósodtam, és máshogy csináltam valamit a versenyen, hiába nyertem mondjuk úgy, hogy máshogy csináltam, akkor volt, hogy napokig nem szólt hozzám. Levegőnek nézett. Igen, tehát levegőnek nézett. És nyilván akkor mondjuk kicsiként megfordult a fejembe, hogy vajon mit ronthattam el, te jó ég, de hát nyertem, hiszen nyertem, és hogy na mindegy, szóval nem értettem sokszor. Azt még tudni kell, hogy engem egészen addig bántalmazott fizikálisan, sűrűbben, ameddig nem kezdtem el rendszeresen úszni, mert mihelyett ugye úszódrecben voltam, látszódott a verés, és hát amikor elkezdtem ugye úszni, akkor a büntetésem az nem az én verésem volt, hanem az volt, hogy az anyámat verte meg előttem, úgyhogy végig kellett néznem. Azoknak az eljárásoknak, amelyek folyamatban vannak, és nyilván nem beszélhetsz róluk, csak annyit, hogy azoknak köze van mindehez? Tehát, hogy volt olyan, hogy feljelentést tettetek, hogy indult-e bármilyen eljárás ezzel az ember ellen? A múltban nem. Legalábbis nem tudok róla. Én nem tettem soha ezt a lépést meg, mert hát elhitette velem és velünk, hogy mivel, hogy ő ügyvéd, ezért nagyon messzire elér a keze. És én azért is egyébként 2016-ban a folytogatás után nem akartam feljelentést tenni, mert nagyon-nagyon attól féltem, hogy az anyámat fogja valahogy úgy csavarni a történetet, hogy az anyám kerül börtönbe miattam. Nekem az a tapasztalatom, hogy ez, aki sosem volt bántalmazó kapcsolatban,
legyen az párkapcsolat, szülő, gyerek, stb. Bármilyen bántalmazó viszonyulásban, az egyszerűen nem tudja elképzelni a... Tehát, hogy ezt nem lehet lemodellezni, nem, ezt nem lehet belehelyezkedni, bármennyire vagy empatikus ember, ezt egyszerűen nem lehet elképzelni azt, ami veletek is történt. Mert ugye ez a hatalomról szól. Arról szól, hogy van valaki, aki hatalmat gyakorol fölötted, és ezzel ezt a hatalmat próbálja, ezt a feljogosítottságérzést próbálja fenntartani a te szétbontásodon, lebontásodon keresztül. És ezért van, és néha ehhez föl kell emelni, például édesanyádat elvitte Velencébe, amik miután megverte, föl kell emelni magasra, hogy utána legyen honnan megint lerántani. Ez egy olyan körforgás, amiből kilépni elképesztően nehéz, és ez az, amit nagyon sokan nem értenek akkor, amikor számon kérik a túlélőket, hogy de hát miért nem előbb, nem jött el, és ennek jelentősége van az aktuális uszodai botrány kapcsán is, hogy miért nem előbb. Mert ugye itt felmerül egy csomó minden, hogy persze ameddig, nem tudom, nyerted az aranyakat, vagy ezüstöket, vagy bármiket, meg kaptad az apanást, addig jó volt, és addig maradtál. Mit mondasz azoknak az embereknek, akik így ezzel jönnek? Vagy mit érzel ezzel az érvrendszerrel kapcsolatban? Az a helyzet, hogy egy bántalmazásos kapcsolat, legyen az bármilyen kapcsolat, itt ugye akár edzőkről is tudok beszélni, olyan szinten semmissé teszi az emberi részét egy embernek, tehát hogy a személyiségét, az emberi mi voltát, a jogait, megkérdőjelezi önmagát folyamatosan. Az elértékelés, önbecsülés. Teljesen, tehát nullára megy az ember, olyan szinten kiszolgáltatva lesz az egy-egy konc dobásra, hogy nem tudom, igen, tehát hogy néha fel kell emelni, néha meg kell dicsérni azt, hogy jó van, egész jól csináltad, hogy az egy reményt ad, az még egy pluszt ad, hogy na, lehet, hogy most változás lesz, lehet, hogy most máshogy lesznek a dolgok, és egyre kevesebb egyébként, és egyre kisebb az, ami a pozitívum, mert hogy megszoktatja az embert a bántalmazó ahhoz, hogy ne várjál többet, egyre kevesebbet várjál. És igen, ez egy nagyon-nagyon komoly csapda, egy nagyon-nagyon brutális rendszer, amiből szerintem egyedül szinte lehetetlen kijönni, segítség nélkül. Nem tudom, hogy hogyan lehetne egyébként, vagy lehetett volna, nem is tudom, túlélni mentálisan. Igen. Az jut eszembe, Lulu, hogy most hallgatva ezeket a mélységesen felkavaró történeteket, hogy megértjük most valamit abból, aki te vagy. Mert hogy mi a te lényednek egy szeletét láttuk. Láttuk a medencében, ahogy küzdesz, hallottuk a nyilatkozataidat, amelyeken sokan szerettek úgy kedvesen, de mosolyogni, hogy na, a Liluka megint mondott valamit viccesen, tudod? Uh-huh. Tudod, miről beszélek. Újságírók, akik írták, hogy nem tudom, tényleg olyan jelzőkkel illettek téged, hogy nem, hány év alatt hány edződ volt, hogy milyen föntlent, milyen volatilis volt a te pályád, vagy milyen jelen időben a te pályád mennyire hullámzó, hogy mennyire extrovertált vagy, hogy beszéltél arról, vagy írtál arról. Ugye nagyon sok, tehát elkezdtél írni, és szépen apránként elkezdtél kinyílni az írás segítségével. Például arról, hogy tehát mi előbb láttuk és olvastuk azt, amit okozott ez benned, mint hogy tudnánk, igen, vagy tudtuk volna mostanáig, hogy mi okozta ezt. Érted? Tehát, hogy például a bulimiádat, a depressziódat, a hangulat ingadozásaidat, hogy most fogják nagyon sokan megérteni. Igen, és nyilván... A nyilatkozataim egyébként bárki végignézheti. Pontosan az a személyiségfejlődés is látható, ahonnan én elkezdtem, mondjuk amikor még az apám
apám mellett voltam, és ott hogyan nyilatkoztam, ott minden szavamat ő mondta. Tehát be kellett gyakorolnom a kérdéseket, a válaszaimat. Egy másodpercig nem volt egy saját szavam sem az addig az interjúimban. Majd 2016-ban ugye az Európa-bajnokságon nyilatkoztam azt hiszem annyit, hogy az, ahogyan én felkészültem, az nem volt megfelelő, és hogy a következő időszakra, az olimpiáig én egy békességet szeretnék. Ez egyedül az apámnak szólt, senki másnak, ez egyedül az apámnak szólt. Könyörögtem emberek ezrei előtt az apámnak, hogy hagyjon békén, az olimpiáig hagyjon békén. Nem tudok úgy teljesíteni tovább, hogy meg vagyok félemlítve, hogy rettegek, hogyha nem teljesítek, mi lesz. Ha teljesítek, akkor viszont hogyan veszi el tőlem az eredményemet? Nem tudok, nem megy. Majd ugye 2016-ban az olimpiára már szanaszéllyel mentem ki. Tehát, hogy én nem tudom, hogy hogyan hoztam le egyébként az olimpiai 10. helyzetet, mert nem volt edző mögöttem, nem volt szakember mögöttem, nem volt... Tehát, hogy én eljöttem akkor az apámtól, nem volt hol legyek, edzőtáborra jártam, hogy legyen hol aludnom. És én ott tettem egy nyilatkozatot, amit a mai napig egyébként nem tudok végignézni. És erre a médiának az volt a válasza, hogy a legszórakoztatóbb olimpikon én ott idegösszeomlást kaptam utána. Nem önsajnálatból mondom, hanem egy példának, hogy az emberek úgy törnek pálcát mások fölött, hogy nem tudják, hogy mi van a mögötte. Nem tudjuk, hogy kinek mi az egyéni története, miért viselkedik úgy, mi az oka, mi a kiváltója, hogy ez az ember mondjuk úgy viselkedik, azt mondja. Nem egyszer le voltam ugye járatva a médiában, és egy nagyon úgymond közkedvelten vagdalkoznak az én hangulatváltozásaim vagy mondataim felett. Ezek mind egy olyan személyiségfejlődésnek a példái, amik szükségesek voltak a gyógyulásomhoz, és örülök neki, hogy olyan nagyon-nagyon sokan látták, és láthatják azt is, hogy most már tudják, hogy mi van mögötte. Tehát nekem ez a célom is volt, hogy egy picit befogadóbbak legyünk társadalmilag, és nyitottabbak legyünk, hogy soha nem tudhatjuk, hogy kinek mi a háttere. Az uszoda, mint közeg, ott sem hallották meg azt a segélykiáltásodat? Azt fontos tudni, hogy az apám is úszó volt 30 évig. Edződ volt ugye pár évig. Igen, tehát jóban hogy... Jóban van sokakkal, tudom. Igen, tehát hogy az úszás és a sport közege egy nagyon-nagyon zárt közeg, és én nagyon-nagyon csodálkozom, és hálát adok annak, hogy most egy nagyon pici rés nyílt ebben a rendszerben, mert hisz, amit én otthon átéltem sokszor, szavakbéli bántalmazásról, meg esetlegesen, tehát, hogy a személyiségemnek a minősítésében és leépítésében, én sokszor ezt érzékeltem az uszodában is. Tehát az, hogy például van egy olyan edzőm, aki, vagyis hogy volt egy olyan edzőm, aki, hogyha mondjuk nem azt az eredményt értem el a versenyen, akkor úgymond kikerültem a kedvencei közül, ugyanúgy mondjuk vagy nem szólt hozzám, vagy nem szólt annyit hozzám, vagy esetleg nem köszönt. Meg volt olyan, tehát, hogy az apámmal kapcsolatban is van egy olyan, meg az uszodában is egy olyan történet. Nekem a bulémiám abszolút, tehát, hogy tökre logikusan beleillik ebbe az egész körbe. Kontrollod volt a tested fölött. Vége. Igen. De hogy például volt olyan, hogy gyerekkoromtól kezdve az apám minden hétvégén mesztelenül felállította a mérlegre, és a tükör előtt
elmondta, hogy hogyan és mint kéne változtatni, mert hogy mennyire undorító vagyok, és hogy amúgy semmire se vagyok jó, mert még lefogyni se tudok. Ez ugyanúgy az uszodában úgy történt meg, hogy felállítottak az egész csapat előtt a mérlegre, és az edző azt mondta, hogy na jó van, ha holnapra nem fogysz le egy kilót, akkor ki vagy rúgva. És én aznap nem ettem, nem ittam, másnap reggel edzés előtt sem ettem, sem ittam, félájultan csináltam végig az edzést, mert mindig edzés után volt a mérlegelés, és bevettem egy hashajtót, és meghánytattam magam, így egy 80 dekát fogytam másnapra. Az a működés, ami a családotokban volt, az tehát akkor letükröződött gyakorlatilag az uszodán belül, és ezt most kezdjük mi is látni, és már nem most, mert azért ez fel-fel lobban ez a vita, vagy ezek a történetek a Kis László ügy kapcsán, Szepesi Nikolett könyve kapcsán. Mindig van egy-egy ilyen hullám, amire páran felkapaszkodnak. Nem ez a jó szó, mert szerintem tök bátor mindenki, aki meg tud, meg mer szólalni. Teljesen mindegy, hogy hány év telt el. Igen. Mert túlélőként beszélni erről felszabadító, és majd a végén erről beszélünk is, hogy hogy vagy ettől az egésztől, hogy sikerült nevén nevezned a dolgokat. De hogy amikor most látod magad is egy brutális bántalmazási történet túlélőjeként, azt, ami az uszodából most kiderül, meg te is, ugye részben te is tapasztaltál ilyesmit. Szóval, hogy ezt az egész megnyílási történetet, amit most Cselaci éppen aktuálisan indított, ezt te hogy látod, és hogy meddig lehet-e ezt vinni egy teljes megtisztulás felé, vagy a rendszer nagyon-nagyon el van átkozva is? Van-e erre, látsz-e arra lehetőséget, hogy tényleges változás legyen? Én egy nagyon optimista ember vagyok egyébként, tehát én abszolút hiszek és hittem is mindig. Nem csak a sportban és az új megközelítésekben, hanem a társadalmunkban is. Azt gondolom, hogy ez az egész, ami most kirobbant, ez egy évtizedek óta tartó rendszer szintű megközelítése volt a sportolóknak, mert hisz nyilván az emberek mit látnak a sportolókból. Teljesítenek vagy nem teljesítenek, a szerint mondjuk minősítik őket, a szerint kapunk mondjuk fizetést, azt is minősítik, hogy megérdemeljük-e vagy sem. Ez egy nagyon zárt közösség, ezt tudni kell, tehát a sport, bármilyen sportról beszélünk, főleg az úszás, nem tudom miért, de egy nagyon zárt közösség, és szerintem ez egy nagyon-nagyon időszerű dolog volt, hogy ez megtörténjen, mert hisz, én most be tudom csatlakoztatni azokat az embereket, azokat a kőkeményen dolgozó embereket, akik már ugyanúgy évtizedek óta megpróbálják ezt felhozni és megoldást találni rá. Én nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy itt ebben az egész rendszerben, amit most elkezdtünk tisztítani, remélhetőleg az én történetem is segíteni fogja azt, hogy merjünk megszólalni, de soha nem az agresszió, soha nem a bosszúvágy indítatásából, hanem azért, hogy közösen együtt mindenki közösen, tehát, hogy amúgy a bántalmazó edző, a vezetők, az edzők, a sportolók, a szülők is, és mindenfajta szakemberek, akik ebben az egészben benne vannak, együtt próbáljunk meg segíteni, és egy harmadik utat megtalálni, mert itt két út van eddig ebben az egész rendszerben, vagy megszoksz, vagy megszöksz. Tehát vagy beletörsz abba, hogy te teljesítesz, és itt egyébként ez egy komoly kérdés, mert hogy ugye mennyire visszaigazolta a rendszert eddig a teljesítmény, mennyire visszaigazolta a rendszert az, hogy a sportolók hozták az érmeket. Na de gondolj bele, most ezt megkérdezem tőled, hogy nem jobb úgy nyerni érmet, hogy a személyiséged és a lelked egészséges marad? Élni jobb úgy. Igen. Tehát, hogy azt, igen. Én azt látom, hogy azt felejtjük el sokszor, hogy itt mindenki elsősorban ember. Igen.
és minden más utána következik. Igen. Hogy itt nem arról van szó, hogy az élsporttal baj, tehát hogy nem az élsportot kell eltörölni, nem, szerintem. Nem. És hogy feltételezem, hogy te sem az úszást és az úszodát utáltad meg, gyűlölted meg ebben az egész történetben. Nem. Ahogy Cselaci sem, ahogy senki, aki nyilatkozott. Igen. Sőt, ami engem nagyon meglepett, egyébként én ezt tudni kell rólam, hogy én egy évvel ezelőtt ugye pihenőt kértem. Igen. Nekem az oka a pihenőmnek pontosan ez volt, hogy megtaláljak olyan embereket, olyan szervezeteket, akik elkezdenek segíteni abban, hogy egy szemléletet váltsunk, egy paradigmaváltásban kezdjünk el gondolkozni, egy új, sokkal együttműködőbb, és kommunikatívabb, és nyitottabb rendszerben tudjunk működni, ami egyébként mindenkinek jobb, mert ez saját példából tudom, hogy egy ideig lehet félelemből, düböl, gyűlöletből, rossz érzésekből teljesíteni. Ez egy idő után kipukkad, és nem marad utána semmi. Hiába nyertem, hiába teljesítettem jól, az, ami nem jó érzésből és szívből jött, az nulla. Tehát, hogy nem tudom értékelni. És azzal, hogy én elindultam most már 5 évvel ezelőtt egy úton, az elején nem voltak mellettem még segítők, de egy jó pár éve már vannak mellettem olyan pszichoterápiás, sporthoz értő szakemberek, nem szakemberek, pszichológusok. Akik szakemberek, igen. Akik brutális módon segítettek. Mm. És ez nélkülük nem ment volna. És ők egészen az elejétől kezdve mondták, hogy egy sportolónak is az, hogy szemléletest váltson a sportjában, a megközelítésben, hogy hogyan, mi motiválja, annak van rengeteg hullámvölgye. Tehát az, hogyha valaki változtatni akar, az nem fog rögtön menni. Hanem van az, hogy esetlegesen elkezd a lélek gyógyulni egy bántalmazásból, egy sporton belüli bántalmazásból, és tovább akarja vinni ugye a sportolását, akkor lesz az a pont, hogy nem feltétlenül jön eredmény. Viszont már nem sérül benne annyit a sportoló. És onnantól kezdve szépen lassan el tudja kezdeni építeni azt, hogy esetlegesen úgy nyer már valamit, hogy egészséges. Hogy nem félelemből, nem rettegésből és teljesítménykényszerből. Te most valahol itt állsz, hiszen nemrég ugye indítottál egy vlogot, ahol rendszeresen mesélsz magadról, meg a gondolataidról. Elkezdtetek a Hintalobon alapítvánnyal, azt épp a napokban jelentették be a Nemecsek programot, ahol te is benne vagy abban a kuratóriumban, sportolók, szakemberek társaságában, akik pont alulról próbálják, és közben fölülről is az egész rendszert, az attitűdöket, a működéseket, a dinamikákat is, mindent, ezt az egészet kifordítani a sarkából, és valahogy új szemléletbe helyezni, újra keretezni, és tudom, hogy ebben is tevékenyen benne vagy, és hogy még vannak terveid, és az egyik vlogodban, a vlogbejegyzésedben, vagy igen, vlogodban elmondtad, hogy visszamész az úszodába, visszamész a medencébe, és tudom, hogy ennek a beszélgetésnek ennek meg kellett történni ahhoz, hogy azt meg tud tenni. Ezt mondtad nekem. Igen. Én tényleg csodával határos módon nagyon rájöttem arra, hogy szeretek úszni. Úgyhogy szintén megvalva nagyjából egy vagy két olyan verseny volt eddig az életemben, ahol tisztán és boldogságból teljesítettem. De pontosan azért, mert számomra nekem a motivációm az, hogy visszamegyek a sportba, és egy példa legyek, hogy nem kell ahhoz abba hagynod, nem kell ahhoz kiszállnod és megutálnod a sportot, hogy elkezd gyógyulni, hanem igenis lehet már a rendszeren belül egyénileg fejlődni annyira, hogy a sportot önmagadnak változtasd meg, és nem egy sportolót ismerek egyébként, aki egyénileg elkezdett egy ilyen életutat járni, és nem egy szakembert, nem egy edzőt ismerek, akik elkezdtek kicsiben már ezen dolgozni. És itt szeretném megosztani azt is, hogy igen, elkezdtem ugye a Hintalobon alapítvánnyal együtt dolgozni,
nem csak ez az egyik szervezet, amiben én benne vagyok, hanem az én pszichológusom Gosi Gabriella és Pál Völgyi Áginak van egy ilyen nagyon régóta tervezett dolog, sok pszichológussal, sok szakemberrel, kommunikációs szakember, médiás, mindenki, tehát hogy nagyon sokan vagyunk, 15 éve dolgoznak azon, hogy egy olyan szövetséget hozzanak létre, ami pontosan ezt fogja segíteni. És ez december 30-án fog, azt hiszem, napvilágot látni, egy sportpszichoterápiás egyesület, és ott már lesz egy felület ennek, és hát igen. Tehát, és írni is fogsz. Igen, ja igen, és nekik is fog megjelenni egy könyvük, nem egy könyvük, hanem öt könyvük, öt ilyen 5-600 oldalas pszichológiai könyv, ami kőkeményen ezt leírja, hogy a sport, a társadalom, a mindenki, aki benne van, hogy miért alakult ki, és mi a megoldása. Tehát ők 15 éve a megoldáson gondolkoznak. Mm-hmm. És igen, én is fogok írni egy könyvet egy nagyon kedves sportújságíróval, sportíróval, önéletrajzíróval. Ja, azért nem mondom a nevét, mert nem kérdeztem meg, hogy mondhatom. Jó, persze, nem is tudtam, hogy lehet a könyvről beszélni, igen. Azért nem... De hogy elkezdünk egy könyvet. De ez egy ilyen hosszabb, tehát hogy ez nem most azonnal... Nem, most fogjuk elkezdeni, és... De majd valamikor lesz. És ez pontosan az, hogy ne csak az legyen, hogy pszichológiai szempontból legyen megközelítve ez a dolog, hanem hogy egy hétköznapi nyelven legyen ez az érzékenyítés, meg ez a közös ügy, ez a közös segítség egy felületet nyerjen. És nagyon örülök neki, mert hogy amúgy az a célunk ezzel, és nekem is ezzel az a célom, hogy mindenki tényleg, aki benne van ebben, meglássa a saját gyógyulásának az útját. Tehát itt arról van leginkább szó, hogy egyrészt a sportolókat edukálni a jogaikról, a határaikról, az edzőket edukálni arra, hogy nekik is mi az a pont, ahol úgymond pedagógiai szempontból beléphetnek, hogyan motiválják, mert hogy itt most olvasgatom a Gyuri Bás történeteket, hogy a régi rendszerben ez normális volt, ugye az a fajta pedagógiai megközelítés, De hogy ugyanúgy ott van a maradéka ennek a mostani generációban is. Lehetséges, hogy nincs annyi fizikális bántalmazás, de ugyanúgy ott van a megfélemlítés eszköze, a szóbeli bántalmazás, a lelki bántalmazás. A lányoknak például az, hogy komolyan sajnos alig ismerek olyan sportot, aki ne lenne étkezési zavaros vagy testképzavaros. Tehát, hogy nem ez a módja annak, hogy segítsük és motiváljuk a sportolót, hogy emberileg tesszük tönkre. Szóval az edzőket is egy új programba, egy új kezdeményezésbe meghívni, a vezetőket is, ami szerencsére, hogy most az Úszó Szövetség elkezdett ugye egy kezdeményezést, és nagyon boldog vagyok neki, boldog vagyok ezért, mert hogy nyitottak arra, hogy tényleg változás legyen. És hogy nem dugjuk többet homokba a fejünket, nem azt mondjuk, hogy nem volt bántalmazás, nincs bántalmazás, hanem hogy nekem is az a célom, hogy de igen, van, de nem, tehát hogy ebből tanuljunk, a múltból is tanuljunk, és egy olyan generációt hozzunk létre, egy olyan közeget hozzunk létre, ahol mondjuk a szülő sem, most biztos, hogy tök sok szülő fél attól, hogy most nem fogja levinni sportolni a gyerekét, de nem ez a megoldás, mert a sport egy nagyon-nagyon fontos és szerves része a társadalmunknak. És muszáj, hogy kitisztítsuk annak érdekében, hogy még magasabbra tudjunk ezzel törni. Az, hogy... És most már mindjárt befejezzük, de oké, tehát hogy értem, hogy nagyon sok trauma túlélő gyógyul úgy, vagy a gyógyulásának fontos szerves része az, hogy elkezd segíteni másokon. De ezt holokauszt túlélőkön is lehet látni. Igen. Edith Éva Éger, Viktor Frankl, szóval, hogy nagyon nagy nevek, akik elkezdtek a pszichológia, a pszichiátria felé fordulni, segítőkezet nyújtani traumatúlélőknek.
rajtad is ezt látom, hogy segíteni másoknak, elmondani, leírni, kikiabálni a világba, ha már úgy alakult, hogy neked 0 éves korodtól egy ilyen jól dokumentált életed van a család miatt, a családi adottságok miatt. Te hogy vagy ebben most? Te a családban hogy vagy? Anyukád tudja, hogy tudta, hogy beszélgetni fogunk? Van melletted valaki, aki szeret? Van egy társad, aki igen. megtart, és szeret, nem tudom, hogy el akarod árulni, hogy ki ő, a vlogodból azért kiderül, meg egy picit az Instádon is néha ott van, a más nem a fotó kamera másik oldalán. Igen. Szóval, hogy vannak melletted megtartó emberek, és az anyukáddal is újra ugye nem is újra, hanem hogy tényleg együtt vagytok ebben a gyógyulásban. De hogy te most hogy vagy, kire számíthatsz, és hogyan tovább? Hát kiemelném, hogy a pszichológusom ezt a pszichoterápiás módszert alkalmazva azt gondolom, hogy nagyon stabilan tart engem, tehát bármikor hívhatom, és ezt fontosnak is tartom, hogy ugye merjünk segítséget kérni, és merjünk támaszkodni a megfelelő emberekre. Anyukámmal való kapcsolatom, és itt a nézőket szeretném arra megkérni, hogy nyilván kérdéses lesz, hogy az anyám miért nem lépett ugye jobban ebbe bele a családi történetben, meg esetlegesen a nagyapám neve is felmerül, hogy ezt tisztázzam, elsődlegesen a nagyapámmal egy nagyon-nagyon szoros kapcsolatunk volt, és amikor elkezdtem úszni, és elkezdett még jobban eldurvulni az otthoni helyzet, akkor ő minden erejével azon volt, hogy segítsen, csak sok mindent ő sem tudott és nem látott, mert az anyám ugyanúgy szégyelte, meg félt attól, hogyha esetleg a nagyapám megtudja. Tehát, hogy a következményektől nagyon félt, de a nagyapám 2 darab nagyon-nagyon fontos tanácsot adott nekem az életemben. Az egyik az, hogy azt mondta, hogy az apám miatt nem fogok jól járni az úszással. Tehát ő nagyon sok mindent megtett azért, hogy én ne úszónak menjek, elvitt öttusázni, vívni, lovagolni, amiket mind egyébként nagyon-nagyon szerettem, de nekem nem volt akkor még döntési jogom, tehát hogy alapvetően nekem úsznom kellett. Ez az egyik. A másik pedig, amikor random elkezdett így durulni a helyzet, meg a sportteljesítményeim, okán az apámnak jobban vissza lett igazolva, hogy igenis így kell bánjon velem, akkor a nagyapám rákos lett. És hát onnantól kezdve azért igencsak megcsappant az ereje, de nagyon sokáig számíthattam rá, és ha ő a nagymamámmal nem lett volna mondjuk gyerekkoromban, akkor nem kapok olyan alapokat, amikből van egy viszonyításom, hogy tudjam, hogy hogyan kell mondjuk szeretni, meg hogyan kell mondjuk kapcsolódni másokhoz. Szóval, hogy a nagyapám is tett a dologért, és komolyan ott volt, de sajnos véges volt az ő ereje is, és a keze is. Meg hát a nagymamám is beteg lett akkor, és az anyukámról még annyit, hogy az anyám nagyon-nagyon-nagyon sok fizikális bántalmat kapott, és de olyat, hogy volt olyan, hogy egy fél napig nem tért magához a verés után, és a mai napig fél az apámtól, és nagyon dolgozunk azon, hogy neki a megszólalás is olyan legyen, hogy értsék meg, hogy egy ilyen helyzetben miért az volt, hogy ott maradtunk, és miért az volt, hogy úgy jöttünk el, vagy... Tehát, hogy az anyámat szeretném védeni ezzel, hogy nagyon-nagyon sokat nyelt, és nagyon-nagyon nagyon sok az volt bántva. Én szerintem, aki végighallgatta ezt most, én nagyon bízom benne, nagyon bízom ennek a csatornának a nézőiben, hogy értően és kellő érzékenységgel hallgatták ezt most végig. Egyetlen egy kérdésem maradt Lilu a végére, hogy milyen érzés szabad embernek lenni? Ne
Nagyon köszönöm, hogy beszélgett. Mondta, hogy ezek a könnyek egy picit a felszabadultságtól is vannak. 25 éve tartom a hátamat. De mostantól más, más lesz, tudod. Igen, és minden erőmmel azon leszek, hogy gyógyuljak, és hogy segítsem azokat, akiknek kell. Úgyhogy... Új év jön. Igen, és végre beszélhetek szabadon. Azért kérdezem, szabad ember vagy? Köszönöm. Én is. Köszönöm. Meg ennek jó. Jó. Gyere ide. Látod ezt a kis ikont? Ha erre rákattintasz, nem maradsz le a legfrissebb epizódokról. Csatlakozz a VMN YouTube csatornájához.